én Noodles vagyok, a mai nap nem tudom mi az Isten van velem, de úgy keltem fel, hogy így. Nem tudom mi van velem, komolyan mondom, fel vagyok pörögve, minden jó. Ilyenkor úgy érzem, hogy hát ez lehet, hogy furcsa fog hangozni, de enyém a világ. Nem, ez csak hogy éskerek, na gyerekek. Rátérek a mai videó témájára, emberkéket fogunk felhívogatni, a legjobb barátaimat, és hát meg fogjuk őket kicsit prankelni, miszerint azt fogom nekik mondani, hogy miért kellett az én YouTube videómat dislike-olni, és hát kicsit megjátszom magamat, és kíváncsi vagyok az ő reakciójukra, hogy ők mit fognak ez az egészhez szólni. Szóval kezdjük is neki, itt oldalt látjátok, hogy meg itt, hogy belekezdtem néhány beszélgetésbe, hogy felvezessem kicsit a témát, és hát szerintem kezdjük is bele, srácok. Név szerint senkit nem akarok megemlíteni, mert abból lehet, hogy gáz lenne. Mondjuk nem, mert nem, de nem. Na, szóval, kezdjük el, gyerekek! Legelső, akit hívok, egy hölgy lesz. Nézzük, hallgassuk. Hát szia, figyelj! Letöltöttem egy alkalmazást az előbb, és olyan alkalmazást, ami azt mutatja meg nekem, hogy ki dislike-olt a YouTube videómat. És te köztük vagy. Ezt megmagyarázod nekem? Hogy miért kellett, figyelj, én azt hittem, hogy szereted, amit csinálok, és mellettem vagy. De én akkor lájkolni akartam, nem dislike-olni, passzi. Rossz helyre kattintottál akkor? Az lehet. Aha, most miért szerintem csak meg... Miért lájkolnám a videót, mikor fel is vagyok iratkozva, vagy minden? Aha, most szerintem csak megjátszod magadat. Nem tudom, mindjárt visszahívlak, jó? Hát ne hívjál vissza mindjárt, most mit, gyorsan ki akarsz találni egy habi dumát? Aha, te nagyon, nagyon komoly vagy. Jó, de most figyelj, bevallhatod nekem őszintén, megmondhatod, hogy... Nézzed már, mert de... a küldet. Állj, bevallhatod nekem, hogy disztályk volt, nem fogok felkaragudni, de legalább ne hazudj nekem, légy szíves. Mert az ilyen... Nem hazudod nekem, bevasztál fel idegileg, mert én bevegyek elbe, nem tudom, mit csinálok veled. De akkor most az alkalmazás hazudik, vagy rossz helyre kattintottál? Mondom, hogy akkor rossz helyre kattintottam, tudni, hogy nagyon... nem disztályk. Hát figyelj, szólt, hogy nekem olyan szorul esik, mert én... Megszeretem a videóidat, meg nézem mindig az összes videódat. Na. Na jó, oké. Okay. Hát érdekelne, amit csinálsz, akkor nem néztem olyan az összes videódat, max azokat, amiket mostanában csináltál. Megnyugodtam, köszönöm szépen. Na, gyerekek! Az első megvan. Megyünk tovább. Igen. Na, szia, tudom, a Martin vagyok. Bene Martin. Köszönöm. Noodles. Szervusz, Bene Martin. Ismerős neked ez a név, hogy Noodles YouTube-ról? És figyelj, megkérdeztem, hogy miért diszlájkoltad a videómat? Most szedtem egy alkalmazást, és kimutatja azt, hogy te diszlájkoltad a videómat. Az összeset? Vagy csak egyet? Hát nem az összeset, egyet. Jaj, basszus. Te voltad most komolyan? Te voltál? Sajnos, hogy kellett nyilván, hogy nem tetszett soha. De miért, melyik nem tetszett? Miért nem tetszett? Figyelj már! Bocsánat. Köszönöm, a tartom közben. Miért nem tetszett a videó? Azt mondjad, mert ne tereld el a témát. Tesó, tudod, hogy nekem a videózásom minden, és ez nekem azért eléggé szarul esik. Tudom, és sajnálom, és de... De nem arról van szó, figyelj, ha megmondanád nekem őszintén, hogy mi a szar benne, akkor még jó is lenne, érted? De így, hogy csak így simán rákattintasz, aztán így nincs, így nem jó, érted? Utólag nagyon megbántam. Sajnálom. Csak irigykedem. Tudod, és ezt hozta ki belőlem. Tesó, te már rájöttél arra, hogy videózok, igaz? Rájön. Rájöttél? Amikor értelmeztetem, akkor... Olyan? Volna. Gyerekek, tudtam, hogy ő rájön. Esküszöm, amikor írtam neki már Facebookon, ő már akkor elkezdett poénkodni, és egyből tudtam. Na mindegy, jön a következő személy, a következő kuncsaft, aztán meglátjuk, hogy mi lesz az ő vélemény nyilvánítása erről. Fú, nagy szakszomokat használom. Hello, szia! Letöltöttem egy alkalmazást, és kimutat olyan dolgokat, amiket amúgy lehet, hogy nem kellett volna nekem látnom. Főleg így, hogy mi nagyon jó kapcsolatban vagyunk egymással. Nem akarsz nekem bevallani valamit? Mi? De most nézzél, már mondjad már. Hát mondom is, hát... Miért diszlájkoltad a YouTube videómat? Hát, de nem is szoktam diszlájkolni. Aha, figyelj! Én diszlájkolom, még... Tényleg nem diszlájkoltam, még volt... Komolyan, nem? És ezt szerinted most ilyen el is hiszem neked, amikor az alkalmazás tényleg kimutatja azt, hogy te oda kattintottál.
De figyelj, őszintén elmondhatod nekem, hogyha valamelyik videóm rossz, akkor megbeszéljük, hogy mi rossz benne is, és megpróbáljuk a hibáimon javítani. Én ezt nem értem, hogy... Pontatra valami? Igen. Volt már úgy, hogy félre nyomtam és belálkoltam. De akkor még ezt is fordult meg a fejembe, hogy diszlájkoljam. Akkor lehet, hogy diszlájkon maradt a gomb. Na, majd beszélünk. Úristen, jó. Ezért szarul esik, na mindegy. Jó, elhiszem neked, de... Na jó. Oké. Okay. Azért nem tudják még, hogy én mindenből videót akarok csinálni, gyerekek. Nem tudják. Na, most jön a legújabb. Célpont. Jöttessük. Jó napot kívánok. Martin vagyok. Jó napot. Haragszok rád, azt ugye tudod? Már... Hát nem akarsz nekem bevallani valamit? Kellene bevallani. Hogy miért diszlájkoltad a YouTube videómat? Mert kimutatja egy alkalmazás, amit most is töltöttem le nem régen. Erre lennék kíváncsi. Én diszlájkoltam a YouTube videódat. Igen, láttam. Hallod, most odaülök a kis, és lepintkére rendesen az összeset. Egyik este diszlájkoltam. Tehát mindegyiket lájkoltad, azt állítod. Van amelyiket nem lájkoltam, de van amelyiket lájkoltam, igen. Lehet, hogy te hazudsz nekem? De mondom, figyelj már, mondom, hogy miért diszlájkolnálok, most úgy őszintén már. Hát mert lehet, hogy nem tetszik neked a videó, miért érted, amit én csinálok? De, akkor is megmondtam neked személyesen másodikát, hogy nagyon nagy vagy. Ebben igazad van. Ezek után még nekem jössz, hogy azért, hogy diszlájkolgatom a videóidat. Tesó, amúgy most is forog a kamera itt előttem. Na jó van, mennyi a tudatfogom. Üzensz valamit a nézőknek? Sikerekben gazdag, boldog új évet kívánok mindenkinek. Sok feliratkozós neked, szakadult le. Na köszönöm szépen, boldog új évet neked, tesó. Na srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett nektek. Megpróbáltam beleadni mindent. Nem tudom, tényleg nem tudom, mi az Isten van. Húú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 ú
és puszi pá, sziasztok! Nudli voltam, gyerekek!